kortárs festészet a televízióban sok kép nélkül, ez egy furcsa helyzet lesz, tisztelettel köszöntöm Önöket, de hát ez egy beszélgetős műsor, egy portré műsor, itt alapvetően nem képeket mutatunk, de azért majd azt is, mert a következő vendég anélkül gyakorlatilag értelmezhetetlen. Szűcs Miklós, 74 éves festőművész, tervező grafikus. A képzőművészeti főiskola elvégzése után a festés mellett önálló tervező grafikusként dolgozott. Idén a Pintér Galériában volt kiállítása, amelyet Parti Nagy Lajossal közösen jegyeztek. A Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskoláján tanít. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Pulitzer emlékdíjas művész, hobbija a fotózás. Nős, felesége Vojnics Erzsébet festőművész, 4 lánya van. Hát ez egy nagyon komoly nőuralom lehet. 4 lány, meg egy feleség. Az... Igen, ezt szoktam dicsekedve vagy panaszkodva mondani, hogy az egész életemet nők közt töltöttem. Ráadásul gyerekkoromban is azért a mamácskám volt a főnök. Szóval az volt nálunk mondva, hogy az apró dolgokban édesanyám dönt, a nagy dolgokban apukám, nagy dolgok pedig nincsenek, tehát így aztán anyám volt a főnök, szóval abszolút én szokva vagyok a matriarchátushoz. És hallgatsz is a nőkre? Szokták mondani, a női megérzés. Ehhez ez az adás, azt hiszem, rövid lenne, hogy ezt akkor kiendlízzük, hogy mi az, hogy hallgatni a nőkre. Hát példát tudok mondani, ha bármit írok valahova, akkor az biztos, hogy megmutatom a feleségemnek, és pontosan tudom, hogy hol halálosan pontosan tudom használni, mint egy jó eszközt, hogy amikor én nyegle vagyok, amikor én nagyképű vagyok, amikor felületes vagyok, azt ő halálos pontossággal kiszúrja, és azonnal ki is húzom engedelmesen. Na, hát ez egy élőbeszédes műsor, itt nincs húzás. Tehát ez itt, amit mondasz, az úgy marad. Hát majd ő szívja a fogát közben. Ja, ha már mondtad a feleséged, aki fantasztikus művész. A képeidet is ő látja először? Abszolút. Hogyne. És ő az első kritikusa is, vagy megértő szeretettel ráthagyja, hogy jó, hát most ez a kép, ma ez született. Közös életünk szférájában sok helyen működik a megértő szeretet, itt biztosan nem. Ez szakma. Gyakorlatilag nem nagyon kerül. Nem nagyon, helyesbitek, nem kerül nyilvánosságra képem úgy, hogy ő rá ne bulintott volna. Iszonyú sokat segít nekem. De van köztetek vita is ilyenkor? Tehát te úgy érzed, mert hogy ez egy friss alkotás, nyilván tele vagy vele, tehát szétfeszít az öröm, hogy kész van, és akkor jön, és azt mondja, hogy ez nem olyan. Vagy ez ne így. Soha nem azt mondja, hogy ez ne, hanem azt mondja, hogy az a szürke nem jó. És ez ki is megy? Ennyi? Körülbelül igen. És akkor te ott maradsz a szürkéddel. Igen, ezt az Eszterházi szépen megírta a Semmi művészetben, hogy egyszer együtt nyaraltunk, és én ott egy kicsi akvareleket festettem ott Toszkánában, vagy fészerbe, vagy pajtába, és azt mondja, és a madám csak bejött, nézett, és kiment, és mindent értettünk. Szóval körülbelül ennyi, de ez halálosan pontos. De ezt nektek nagyon kell értenetek egy meséhez, ne legyen sértődés, hanem ebben azt érezd, amit mondtál az előbb, már lehet, hogy ebben nincsen megértő szeretet, de hát mégiscsak szeretettel teszi azt, amit tesz, és hát evidensen, de egy pár kapcsolatban folyamatosan, legalábbis amennyire én értesülve vagyok, folyamatosan van valamiféle dominancia harc, van valamiféle copfúzogatás, én vagyok a nagyobb, te vagy a nagyobb, és így tovább. Na ez az a szféra, ahol semmi. Itt ebben azt hiszem, hogy tehetségesek vagyunk, vagy szerencsénk van. Emlékszel arra, amikor először érezted, hogy festőművész? Vagy én beszélgettem egy pályatársaddal hajdanában, aki azt mondta, hogy megvan az a pillanat, amikor letette egyszer az ecsetet, és azt mondta, hogy na most. Hát talán a múlt héten, igen. Nem tudom. Ugye különböző utak vannak, ahogy a szakmába elkerülnek az emberek. Az egyik biztos út a Törökpál utcai kis képző. Középiskola. Igen, képzőművészeti középiskola.
Nekem mindkét feleségem oda járt, és onnan kerültek be a főiskolára. Bizonyos szempontból szakmailag olyan előnnyel indulnak, tehát mondjuk a tételes művészet történetet nem olyan nagyon sokszor, de mégiscsak heti két órában 4 éven keresztül tanulták. Én pedig sok mindent tanultam gimnazista koromban, de speciál a képzőművészetet egyáltalán. Egyáltalán festő akartál lenni? Dehogyis színész akartam lenni. És nem lettél volna jó színész? Hát ezt most mindenhol kopogjam le, hogy nem lettem. Nem tudom, de valószínűleg nem lettem volna jó színész, mert minden látszat ellenére én voltaképpen a magányos munkára vagyok programozva. Ezt úgy is akartam kérdezni, hogy a festő élete mennyire magányos. Tehát abszolút. Mennyire állsz egyedül a vászonnal kettesben? Hát ott sajnos nagyon egyedül. Ez a szép, hogy jön a Vojnics, és utána a végén korrekturázik, de különben. És ráadásul ugye ezt szoktam affektálva és panaszkodva mondani, hogy szörnyű a festők élete, mert mindig rossz kép előtt állnak. Mert egyszer jó, aláírom, és kész. De addig az mindig rossz. Ez nagyon jó. Ez egy bombó. Viszont ha visszakanyarodunk egy pillanatra. Színész akartál lenni, de festő lettél, ezek szerint az azért megvolt benned, hogy valami, ami művészet. Valahogyan valami művészet. Mikor nem is lehetett ezt talán így megfogalmazni. Utólag nagyon szép mondatokat találtam ki erre a kérdésre a magam számára is. Tehát mai eszemmel azt gondolom, hogy mindenképpen valami olyan szakmát kerestem, ahol a munkaeszköz a szabadság. Uh-huh. És erre a festészet talán a legalkalmasabb, annak minden kínjával. Hát tehát a színészet sokkal kevésbé. Hát abszolút. És ráadásul az egy csapatmunka, és én nem vagyok csapatjátékos. Lehet, hogy lehettem volna, de mai eszemmel nem tudom elképzelni. Soha semmiféle avantgárd mozgalomban nem vettem részt, megint csak utólag azt gondolom, többek közt azért, mert az is csapatmunka. Együtt mennek, és szedik fel az aknákat, hogy majd utána jön a derék. Ezzel azt mondod, hogy sem 68, sem a, mit tudom én, a Kárta mozgalom a 70-es évek végén, sem a rendszerváltás környéke nem talált egy ilyen forradalmár csoportban? Forradalmár csoportban nem talált, de válasszuk szét a politikát és a szakmát. Uh-huh. Tehát ugye ez egy ilyen furcsa dolog, hogy és ez azt hiszem az egész világban úgy van, hogy minden korszakot, most a képzőművészetről beszélek, mindig az aktuális avantgárd alapján csinálják meg a kánont. Ebből sok hátránya származik annak, aki nem vesz részt abban az aktuális avantgárdban. Szóval megjelenik egy-két vastag kötet a 70-es, 80-as modern magyar képzőművészetről, és evidensen sem a Vojnics, sem én nem vagyunk benne. Azért, mert nem tartoztatok abba a csoportba, ami akkor a passzát szelet fújta ez ügyben? Vagy akiknek fújták a passzát szelet, de ebben semmiféle negatívumot nem szeretnék én mondani. Nem tartoztunk semmiféle szekértáborban. Utóbb azt gondolod, hogy ez baj? Tehát így visszagondolsz arra, hogy meddig lehetett volna akár tárlatok tekintetében kiadványokkal jutni, akkor azt mondod, hogy baj? Én semmiről nem gondolom azt, hogy baj, vagy másképp kellett volna, hogy legyen ez se, nem. Figyelj, ez nem volt egy határozott és tudatos döntés, hogy már pedig én nem. Elmentem az első nagy performance-ra a Gellért-hegyen egy garázsban mindenféle tyúkbeleket dobáltak, és akkor azt gondoltam, hogy ez nem az én világom. Már hogy tyúkbeleket dobáltak, és amit nyomot hagyott, az volt a művészet? Így értsem? A pontos részletekre már nem emlékszem, csak a tyúkbelekre, de ez egy nagyon jelentős esemény volt, vagy ott volt a Fiatal Művészek, Ifjú Művészek Klubja, FMK, ugye? Így van, Fiatal Művészek Klubja. És akkor tenném hozzá, hogy én nekem akkor már volt egy gyerekem, és vidéken laktunk. Tehát ez is erősen korlátozott abban, hogy én lelkes, lánglelkű forradalmár legyek, mert hiszen el kellett tartani a családomat, meg haza kellett menni. De ha jól emlékszem, ott a lánglelkű forradalmárok leginkább az alkohol legyőzésében viadalmaskodtak.
csocsó. Én nem tudtam igazán jó csocsózni. Ezen kívül piálni lehetett. Én ezt már ilyen 18-20 éves koromra már nagyjából azon is túl voltam. És ezen kívül pedig beszélgettek a művészetről, és hát most ezt próbálnám nagyon szerényen fogalmazni, de nem fog sikerülni. A marhaságokat beszélte többnyire. És én meg azt gondoltam, hogy én nekem ehhez drága az időm. Ha odaállsz egy vászon elé, tudod mindig, hogy mi következik? Tehát kész tervel a fejedben állsz oda? Persze, hogyne, hogy képet fogok csinálni, körülbelül ennyi van a fejemben. Fogalmam sincs. Tehát az első vonal sincs meg? Hanem majd az hirtelen majd vonal valami? Biztosan nincs meg. Minden, ugye rendes festő vázlatot csinál. Én soha nem csináltam vázlatot életemben. Néhányszor megpróbáltam, és aztán abból kép lett. Itt látom majd a háttérben közben képeket is tőled. Tehát én vázlatnak többé-kevésbé a fotókat használom. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert volt egy elég jelentős korszak az életemben, amikor csendéleteket festettem. És ahhoz nem voltak fotók, de minden tárgy, amit festettem, tehát a bögre, az nem volt beállítva, de ott volt a műteremben. Tehát én nem emlékszem, hogy hogy néz ki egy sótartó, hogyha azt mondják, hogy a sótartó fogalma, különböző sótartók vannak, ott volt a sótartó. Egy konkrét sótartó. Egy konkrét sótartó, ott volt egy kés, egy kanál, egy vidla, egy tányér. Fotózni így kezdtél? Saját magad életének megkönnyítésére tulajdonképpen? Nem, sokkal korábban kezdtem fotózni, nem tudom miért. Mert jó. Császár úszoda a pénztárosától vettem körülbelül 13 éves koromban egy kis Voigtländer tüköraknás kis gépet, az volt az első fényképezőgépem. Nem tudom. Hát ahogy mindig. Jobban is sikeres, hogy hát kiállításod is volt. Fotókiállítás. Nem volt? Nem volt kiállítva képed? Ez jó kérdés, ezen sose gondolkodtam, hogy én nekem fotóm lett volna. Nagyon vigyáztam rá egyébként, hogy ne legyen, de lehet, hogy volt. Csak azért, mert amúgy is olyan zavaros az én imidzsem, hogy még az már nagyon nem... Na jó, akkor ezt lapozzuk el. Az, hogy mennyit küzdesz... Tudok jó fotókat csinálni. El is hiszem. Az, hogy mennyit küzdesz egy fotó, egy festményért, az nagyjából leírja végén a minőséget? Jaj, nem. Hát persze, hogy nem. Ez nem úgy van, hogy sócukor, paprika, liszt, és akkor abból megfő. Hanem hogy van? Hát biztosan. Hát, tudod, ez olyan, mint a Jóisten, hogy a Jóisten nem egy automata, hogy bedobjuk az imádságokat, és ezért megkapjuk cserébe az ajándékot. Hát itt sincs semmiféle, én nem tudok felfedezni semmiféle arányos összefüggést a szenvedés és a munka minőségek között. Mert az alkotás az sokszor tényleg szenvedés? Ugye írók szokták mondani, hogy ennek a műnek a nagy része az verítékes munkával született, és egy kis része az ihletből. Állati szeretek én ezen nyafogni, persze, bármikor, hogy persze, hogy szenvedés. Mondom, rossz képet. Ráadásul nem is az a baj, hogy rossz a kép, amin dolgozom, hanem a ráfordított munkának egy jelentős részében nem rossz, hanem semmi. Hülyeség, értelmetlenség. Mindenféle foltok és maszatok vannak, amiknek semmi értelme. De ez azért van, mert ugye menet közben születik meg, és lehet, hogy ott elvisz a lendület valami felé, ami csak egy lejtő. Hát ez egy rettenetes nagy kaland, és ezért szeretem én a most már 8-9 éve az akvarelt. Mert hogy ott aztán végképp nem úgy történik, ahogy te elképzeled, mert másfelé folyik a víz, másképp néz ki, amikor megszárad. Tehát egy időn túl a képfestés során egyszer csak rájössz, hogy itt valami történt, itt van valami érdekes, valamiféle képre hasonlító dolog jelent meg. És akkor már profi vagy, tehát akkor már próbálod a képet arra felé segíteni tovább. Aztán lehet, hogy egy marhaság lesz, és akkor megint kenjük tovább. Ki tudja, mit hoz a jövő. Na most ugye, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy ez szenvedés. Persze, hogy szenvedés, de
De hát boldogság is ugyanakkor, mert kaland. Nem tudom soha, hogy mi a vége. Gondold el, hogy 40 éve úgy állok oda a vászon vagy a papír elé, hogy objektív lehetősége fennáll annak, hogy a világ legjobb képét csináljam meg. Tapasztalat persze azt mondja, hogy ez nem szokott sikerülni. De facto van rá egy valószínűségi, nem a valószínűség, talán nem jó szó, egy szansz. Hát igen, bár hogy a világ legjobb képe az vajon mi? Azt nagyon hát nehéz lenne meghatározni. Van-e a világnak legjobb képe? Mennyire intellektuális munka a festés, és mennyire fizikai? Hát egyik se. Csak a festői intellektus az valami egészen más dolog, mint ugye intellektusnak az én fogalmaim szerint azt hívjuk a gyors és pontos helyzetfelismerést, nem? Tulajdonképpen. Körülbelül. Valahol igen. Ez egy érzelmi intelligencia lehet akkor inkább, nem? Amit ugye megszoktunk ettől különböztetni. Én nem tudom megítélni, hogy a Mark Rothko mennyire volt intelligens. Ugye abból, amit beszélnek a festők, abból egyáltalán nem következik az, hogy mondjuk az adott helyzetben használt intellektusának ő mennyi hasznát veszi a festésben. Valószínűleg semmilyen. Tehát nem itt van egy kék folt, fölötte van egy okker. Ezek nem jók egymás mellett. Cseréljük ki ezt a kéket. Na most ez intellektuális tevékenység? Nem. Bocsánat, pontosítsuk. Hogy hozom meg a döntéseket? Ez valahol, nem tudom, gyomor, nem tudom, hol van elhelyezve az a készülék, ami azt mondja, hogy ez nem jó. Nem, ez a szín most se jó. És egyébként ugyanígy nézem a mások képeit is. Hogy van bennem valahol valamiféle kép vagy etalon, aminek alapján képeket szeretek, és aminek alapján képeket nem szeretek, és ez nem azonos például a mondjuk az irodalmi ízlésemmel. Ott azt viszonylag világosan alanyt állítmánnyal egyeztetve meg tudom fogalmazni, hogy ez a kép, ez a könyv nekem. Miért tetszett nagyon, miért nem tetszett, miért tartom túl hosszúnak, miért hagyta abba. De hát akkor mégiscsak az érzelmi intelligencia lehet az, ami játszik, hiszen rám is az érzelmeken keresztül hat a kép. Tehát valamiféle benyomást kapok róla, nem az eszemre hat adott esetben, mint mondjuk egy regény, ami szintén hat az érzelmeimre is. A művetségemből addig telik, hogy erről azt mondják, hogy a tudattalanodat dolgoztatom én. Illetve nem én, hanem a kép. Hanem a képed. Igen, és lehívja onnan azt a szörnyűséget, ami mind a te tudattalanodban van benne, meg boldogságot. Miért nonfiguratív az életműved elsöprő többsége? Hol vannak az emberek? Olyan, mint egy kicsikét nem lenne idő. Egyszer a feleségem ment azt hiszem valami rádióba interjút adni, és akkor mondtam neki, hogy amikor elérkezel ahhoz a pillanathoz, akkor megkérdezik tőled, hogy miért nincs ember a képeden, akkor válaszold azt, hogy azért, mert őzéke sincsen. És ezt egyszer elmeséltem egy barátom, és azt mondta, hogy ez nagyon bájos nyegleség, de én nem, de velem nem úsznád így meg. Akkor most tekintsük, hogy ez nem a hivatalos válaszod, jó? Így van, tehát tedd föl harmadszor a kérdés, és akkor az miért nincs ember a képeiden? Csak? Veszi. Nem. Én próbáltam elképzelni azt, hogy mondjuk egy pár évig lakótelepeket festettem. És próbáld meg elképzelni ugyanezeket a képeket, úgy, hogy autók és emberek vannak rajta. Magyarul azt gondolom, hogy egészen másképp bánnak az én képeim az idővel, mintha emberek lennének rajta. Tehát az én lakótelepi képeim azok nem szoció vélemények. Tehát én azt most gondolom... Most látják is a kedves nézőkép a képeid egy részét, hát nyilván. Igen. Ez pont egy jó kis édes nyomasztókép. Hogy... Na most gondolj bele, hogyha itt egy asszony néz ki az egyik ablakon, és rázza ki a porrongyot, akkor az arról a percről szól. A
az én lakótelepes képeim pedig nem egy percről szólnak, még csak nem is egy, azt mondanám, hogy nem is egy korról szólnak. Semmiképpen nem bántam másképp a házakkal, mint a bögrékkel, a csendélekkel. De akkor mégsem kérdeztem akkor a hülyeséget kivételesen, amikor azt mondtam, hogy mintha nem lenne idő a képeken. Egészen pontos. Te mondtad az én válaszomat, akkor én kérdezek, és te már... De az idővel mi a baj? Az idő... Hó, de jó kérdés. Az idővel az a baj, hogy nagyon konkrét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a festészetnek olyan nagyon a mosttal, az éppen mosttal nincs dolga. Van olyan fajta a művészetnek, festészetnek is, engem az nem érdekel. Tehát vannak azok az apró és jelentéktelen kérdések, amikkel babirkálunk 10-20-50 éve. Például az a kérdés, hogy miért élünk. Az a kérdés, hogy mi végre ez az egész felfordulás, amit életnek szoktak nevezni. Van-e előtte, van-e utána? Ezekre a kérdésekre sajnálatos módon nincsen válasz. Ki a maga módján próbál választ találni. És minél konkrétabb egy válasz, annál kevésbé pontos. Mert nem. Tehát, hogyha azt mondom, hogy azért, mert nekem most itt folyik a könnyecske a szememben, mert elszomorodtam, az a pillanatnyi szomorúságomról szól, és nem arról, hogy azt tessék már megmondani, hogy mi végre ez az egész felfordulás. Az nem arról szól. Azt hiszem. Ha belegondolsz, mondtad, hogy nem szoktál azon töprengeni, mit kellett volna másképp, vagy mi alakulhatott volna másképp, de akkor másképp feltéve ezt a kérdést megvalósítottál mindenfélét abból, amit pályát kezdetén elterveztél? Többet valósítottam meg, mert nem terveztem el semmit. Csak mentél bele? Persze. Gondold el, ezzel szoktam dicsekedni, hogy első éves főiskolás voltam, amikor életemben először jártam a Szépművészeti Múzeumba. Mondjuk úgy bátor dolog a képzőre felvételi. Hát a világtahója voltam, persze. Egyébként könyveket az átlaghoz képest sokat olvastam, és azóta is meg... voltak dolgok, amikben nem voltam ennyire műveletlen, de speciál a képzőművészetben igen. Mi volt a kérdés? Hát az, hogy hol tartasz a terveidben? Nagyon leegyszerűsítem. Egyszer kapott a Vojnis nevű feleségem egy díjat valahol Esztergomba, és ezen a gyönyörű úton jöttünk hazafelé a Pilisbe, és ott megálltunk. Gyönyörű idő volt, leültünk, cigiztünk, beszélgettünk, és akkor mondom neki, hogy de voltak éppen ugyanezt a kérdést tettem föl, hogy te az lettél, ami akartál? És akkor azt mondta, hogy hát ő azt azért gondolta, hogy belőle azért elég híres festő lesz. És egyébként azt gondolta, hogy nem itt fog élni, és így tovább. És akkor mondtam, hogy kérdezz már vissza. És akkor mondtam, hogy én, és ez a válaszom, én messze túl teljesítettem. Azt gondolom azt, ameddig én elláttam. Nem. Én nem akartam, azt se tudtam, mi az a nagy festő, azt se tudtam, mi az, hogy festőnek lenni, azt se tudtam, hogy mi az, hogy festészet. Ebben mindén így lassan, spirálba kerültem bele. És egy dolgot az ember megtanul, ezt te is tudod, mindenki tudja, hogy mindig van nálad jobb. Ezt meg kell tanulni. Ha én nekem, mint Ho Chi Minh apónak egy nagy bölcsességet most a kamerán keresztül az utókornak kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy gyerekek, minél előbb megtanuljátok, hogy mindig van nálatok jobb, annál könnyebb lesz az életetek. De az egyik legjobb volt így is a vendégem, Szűcs Miklós festőművész. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez 30 perc volt? Bizonyám, így megy az idő. Az idő az ellenség. Erről már beszéltünk is. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindjárt folytatjuk a műsort.